Sziasztok, Holészőnő Zsuzsa vagyok, és szeretnék nektek egy húsvéti történetet felolvasni. Ünnepi készülődés. Ha a régi ünnepekről, ünnepi készülődésről van szó, nekem mindig az a húsvéti történet jut eszembe, amelyik Erzsike nénémhez, édesapám egyetlen nővéréhez fűződik. Erzsike nénék az 50-es évek végéig éltek a jakabszási tanyavilágban, és ez a történet akkor játszódott. A tanyán élő emberek számára a húsvét fontos ünnep, mely a nagybölt végén készülődéssel jár. Az asszonyok ilyenkor kocsonyát és sonkát főznek, fonott kalácsot és piskótát vagy zserbót sütnek, hisz az ünnep másnapján érkező locsolkodókat vendégül kell látni. Történetünk idején nem volt még nagy bőség, nem vásároltak a locsolkodóknak csoki tojást meg nyuszit és báránykát, a fiúk maguk festette főtt tojással, meg koratavaszi virágok kabáthajtókára tűzésével kedveskedtek a lányok. Esetenként a felnőttek pár forintot is adtak kisebb gyerekeknek, aminek ők nagyon örültek. A férjem mesélte, aki ugyanabban a tanyavilágban nőtt fel, ahol mi azonok a tesóimmal, hogy ő ezen a locsoló pénzen mindig delfinkönyveket vett a falusi boltban, és az évek során egész kis könyvtára lett ezekből a puhaborítós ifjúsági regényekből. Erzsike néni két kislánya is készült az ünnepre, a mamától tanult módon a főtojások egy részét petrezselyem levelekkel kötöztek, és úgy mártották bele a vörös hagymalébe, amivel pár percig főni hagyták. Így a zöldségzöld helyén nem fogta be a festék, mintás lett a főtojás. A majorban, Sánta György alföldi költő tanító kúriáján, ahol bérlőként éltek, volt virágos kert, és abban lila játszint, meg hófehér pipa virág. Azt a fehér nárcisz nevezték így, melynek közepén kis piros karika volt a bűvek körül. Akkor is szedtek egy csokorral a betérő vendégek kedvéért. Zsike titkon remélte, hogy egy-két osztálytársa is eljön. Muci ekkor még nem járt iskolába, neki nem voltak fiú barátai, de azért együtt izgult a nővérével. Az ünnep első napján templomba mentek, ahol találkoztak a Tóth nagymamáikkal, akik ebédre voltak hivatalosak hozzájuk. A falu több mint 3 kilométerre volt a majortól, a lányokat apukájuk, Feri bátyám vitte haza biciklivel. Muci elől ült a vázra szerelt kis ülőkében, a kormányba kapaszkodva, Zsike pedig hátul édesapja derekát átölelve utazott. Az ebédre főzött finom tyúk húsleves, pörkölt és sütemény után borozgatni kezdtek a férfiak. Régi húsvétokról, vödörrel, szódavízzel való locsolkodásra adomáztak. Jól telt a nap, bár Feri este felé fájlani kezdte a szárfogát, de ezt nem említette apósáiknak, nem akarta a vendégséget elrontani. Miután elmentek, felesége tanácsára kis pálinkával öblögetni kezdett, és az alkohol némileg csillapította is a fájdalmat, de csak átmenetileg. Minden esetre a lányokat, akik eddigre már kikészítették az anyukájuk által vart legszebb ruhácskájukat és a karácsonyra kapott masnikat, melyen másnap a locsolkodókat akarták ámulatba ejteni, gyorsan ágyba parancsolták. Feri, vagy ahogy őt a lányok nevezték, a Puci, is megpróbált lefeküdni, hát ha akkor enyhül a fájdalom. Nem nagyon volt akkor tájt a házaknál, kalmopirinnél egyéb gyógyszer, abból pedig hiába vette be az utolsó hármat, az a frányafok csak nem akart megnyugodni. A faluban nem volt még akkor fogorvosi ügyelet, a biciklinél egyéb jármű hiány pedig arra, hogy egy fogvájással a városi kórházba bejusson, nem volt esélye. Járt ugyan reggel és este egy kis vicinális Bugac és Kecskemét között, de az esti vonat már réges-rég elment, mire a fogfájás elviselhetetlené vált. És hogy mi történt végül? Azt a lányok csak másnap reggel tudták meg, miután puckorádéba kiöltözve leültek az asztalhoz. Feltűnt ugyanis nekik, hogy Apuci nem eszi a fiam kocsonyát, sonkát és főtt tojást. Anyuci ekkor mesélte el, hogy ő bizony az éjjel fogat húzott apukájuknak, mert éjfél felé nem tűrhette tovább a szenvedését. Fogta az ezermester férje kicsi harapófogóját, előbb tűzbe tartotta, majd pálinkával fertőtlenítette, aztán kimentek a kamrába, nehogy a lányok felé jegyenek az esetleges jajgatásra, és neki veselkedett a foghúzásnak, csak úgy, érzéstelenítés nélkül. Kicsit megküzdött vele, de a gyökerét is szerencsésen kiszedte. Bár a fog helye még mindig lüktetett reggel, Feri bátyám az illendőség kedvéért útnak indult a szüleihez, majd az apósáikhoz és hozzánk,
hiszen húsvét másnapja volt, locsolkodni kellett. Lehet, hogy aznap kicsivel többet öblögetett a rokonoknál a pálinkájával, de a nagy kalandot túlélte fertőzés nélkül, szépen begyógyult a fog helye. A lányok sem készültek hiába az ünnepre, a locsolók fogadására. Estére elfogyott minden festett tojás és az összes sütemény. Sok év, sok húsvét múlt el azóta, hogy ez az ünnepi foghúzás megtörtént, de ha szóba kerül a falusi asszonyok talpra esettsége és leleményessége, nekem mindig ez a régi történet, és az én drága nagynéném jut eszembe. Köszönöm, hogy meghallgattatok, boldog húsvétot kívánok mindenkinek!